Közel 300 diák nyújtott kiváló sportteljesítményt a 2015-16-os tanévben a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában, ezért a vezetőség úgy döntött, a már meglévő Egérkupa mellett egy újabb vándorkupát indítanak útjára az intézményben, amely a legjobb alsó tagozatú sportoló jutalma lesz. A Martinek János öttusázóról elnevezett serleget idén Szabó Kornél vehette át, méghozzá magától az Olimpikontól. Az intézménytől több mint 500 diák búcsúzott a nyárra, méghozzá egy rendhagyó ünnepség keretében. Ugyanis a kiemelkedő sportteljesítmények kapcsán az idei évzáró rendezvényre meghívták Martinek János öttusázó olimpikont is. Martinek kupát hozott nekünk, alsó tagozatos gyerekeinknek a vándor kupája lesz. Annak a kisgyereknek, aki a tanév során nagyon jó sporteredményt, kiemelkedő sporteredményt ért el. Iskolánkban már működik 1988 óta az Egérkupa. Ezt a kupát általában felső tagozatos gyermekek nyerik, hiszen 8 évnek a sporteredményeiért kerül átadásra, és nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy most alsó tagozatos gyermekeink elé is tehetünk egy ilyen élő olimpikon példát, aki személyes példaadással, küzdeni akarással, szorgalommal példa lehet a gyermekeink számára. Martinek János az Öttusa Szövetségben jelenleg programigazgatóként tevékenykedik. Az ő feladata a triatlon és az öttusa népszerűsítése, ezért sűrűn járja a vidéket, így Hódmezővásárhelyen is gyakori vendég. Nagyon nagy elismerésnek tartja a róla elnevezett vándorkupát. Az öttusázó szerint, ha valaki már példaképként jelenhet meg a fiatalok körében, az nagy dicsőség. Az olimpikon azt is megosztott a híradónkkal, hogy gyermekként természetesen ő is csodálattal figyelte a sportág legnagyobbjait. Nekem is a pályafutásomnál, amikor már lehetett látni, hogy ebben a sportágban megragadok és kezdtek jönni az eredmények, természetesen az egyik legnagyobb magyar Palcó András volt a példaképem, hiszen olyan kitartással dolgozott azért az eredményért, annyira küzdött, ez azt gondolom, hogy mindenki számára követendő. A kupát az idei évben Szabó Kornél kapta meg. Az alsó tagozatos diák triatlon és akvatlon sportágakban országos bajnokságon szerepelt kiemelkedően, de tájfutóként, mezei futóversenyen és az iskola futball, illetve öttusa csapatában is remekelt. Emellett részt vett szavaló versenyeken és néptáncol is. A tehetséges fiatal így egy évre kiérdemelte az olimpikonról elnevezett serleget, ám jövőre már egy másik, hasonlóan tehetséges társához vándorol majd.